ígéretem lesz híve, az ötös feladatnak az A részét most megnézzük egy kicsikét másképpen. Itt az 1 plusz négyzetgyök alatt 3i-nek kerestük a harmadik hatványát, amire megkaptuk, korábbi videóban ez ki van tárgyalva a trigonometrikus alak meghatározásával, megkaptuk, hogy ez mínusz 8-al lesz egyenlő. Na most, mivel az ötös feladat azt mondja, hogy igazából sejteti, hogy algebrai alakban is dolgozzunk, akkor most egy ilyen csúnyán komplex számnak nézzük meg, hogy hogyan határozzuk meg a harmadik hatványát. Tehát csak annyit csinálok, hogy ezt szorzom 1 plusz i-szer négyzetgyök alatt 3, hogy most az itt előre vagy hátrébe az mindegy, és megint 1 plusz i-szer négyzetgyök alatt 3. Jó? Ugye ez a harmadik hatvány, 3-szer egymás után megszorzom. Akkor vegyük szépen, úgyhogy először csak a négyzetet számolom ki, akkor az mi lesz? Tehát az 1 plusz, ugye az egyik, 1 plusz i-szer négyzetgyök alatt 3 négyzetet, ezt akarom kiszámolni. Ez a következő lesz, 1 plusz 2-szer gyök 3-szor i, plusz gyök 3i-nek a négyzete, ami a 3 i négyzet lesz, ezt szorzom még 1 plusz i-szer négyzetgyök alatt 3-ban. Akkor az egyenlő, tovább. Itt az i négyzet az ugye mínusz 1, tehát akkor ez mínusz 3, akkor ez összességében mínusz 2, mínusz 2-ször négyzetgyök alatt 3-szor i, helyett ez pluszba lesz, így van, és ez meg van szorozva az 1 plusz i-szer négyzetgyök alatt 3-mal. Akkor ez egyenlő, ebből 2-t ki tudok emelni, tehát 2-ször mínusz 1 plusz négyzetgyök alatt 3i, megszorozva 1 plusz négyzetgyök alatt 3i-vel, akkor talán ezt rendezhetjük is egy kicsikét, mégpedig úgy, hogy 2-ször gyök 3i mínusz 1, itt az összeget az ugye tetszőlegesen fölcseréltem, az is gyök 3i, csak plusz 1-jel. Megint előzetes azonosság, a mínusz b szer a plusz b, akkor eznek a négyzet, tehát a mínusz b szer a plusz b egyenlő a négyzet mínusz b négyzet formában dolgozhatunk, akkor ez nem más, mint ugye a kettes az elő megmarad, kettőször a négyzet az a négyzetgyök 3i-nek a négyzete, tehát akkor az kettőször 3i négyzet mínusz, és a b az pedig ugye az 1 volt, akkor mínusz b négyzet, tehát mínusz 1. Ez így néz ki, akkor ez egyenlő, ez az i négyzet ugye mínusz 1, akkor ez itt mínusz 3, mínusz 1, ez mínusz 4, ez tehát ez kettőször mínusz 4, ami egyenlő a mínusz 8-al. Jó? Hát így is szépen megkaptuk, hogy ténylegesen az mínusz 8, ez nem feltétlenül szükséges hozzá a trigonometrikus alak, de véleményem szerint könnyebb, főleg egy, mit tudom, egy 16. hatványnál, vagy valami ilyesmi.